Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és üdvözleteket a következő Dark Occult részben. És itt nem sokára egy kutya biztos menekülni fog az ölemből. A másik az nem. Úgyhogy igazából folytatnám ott, ahol elkezdtük múltkor. Ugye abba hagytuk, bocsánat, abba hagytuk múltkor. Most annyi a más dolog, hogy a kamerát magam elé raktam, másik kamera van, úgyhogy remélem majd látszani fog a különbség, vagy érezhető a különbség. Vadonatúj! Az egyik, másik, meg a fényt is nem voltam béna, fújuk rá, és nem voltam lusta, és felraktam végre oda, ahova akartam igazából. Ennyi. Mert végre oda akartam rakni, és nem pedig oldalra, oda, hanem oda. Meg a kamerát is oda, és a fénynek a közepébe. Oda. Na mindegy. Igazából most kicsit ilyen bénán fogok tudni hozzá férni a billentyűzethez, meg az egérhez, úgyhogy itt alszak az ölemben, mint egy kis, mint a virslik. Úgyhogy mi is volt? Ja igen, megszereztük a izét, igen. Ja igen, mi volt? Várjál, az, hogy megszereztük azt a... mit is? Jaj, nem akartam kinyitni. Vissza, vissza, vissza. Nem, hogy is van? Nem. Mivel tudom menni az invertorit? I, mint invertori? Nem. P, O, tab. Tab csak ez. Ez, ja igen, itt van. Leltár, bocs. Na, akkor... és akkor itt vannak ezek a cuccok. És... megszereztük az ilyen voodoo talizmánt. Nem. Nem. Jegyzetek, tehát, hogy amit oldalt is láthatok, csak itt jobb, hogy szobrocskákat megtaláltuk 5 per 5. Igen. Varjusszem. Kódszám. Itt van, voodoo talizmánt. 6 per 6-ot megtaláltuk, tehát itt most... Ja igen, és mutatta, hogy le kell menni a pincébe, nem mint hogyha most nem ott lennénk, de mindegy. Felkészülök a nőcinek az érkezésére. Most a kérdés, hogy hogy kéne fölmenni? Hogy kéne fölmenni? A némber vissza fog jönni. Állj! Menekülj! Menekülj, kiskutya! Tehát... menjen valamivel egyszerűbb. Itt még nem ért véget ezek szerint itt a látogatásunk. Igen, persze. Kulcsot kéne keresni. Ez is kulcs.
Az a probléma. Egy halvány lökőzöm sincs, hogy hol lehetne itt kulcs. Ugye? De olyan szintű sejtésem sincs, hogy... nem akartam elhasználni. Az F-et, úristen, nem látok. Az viszont azért probléma, problémás, mert na mindent felfedeztem. Na várjatok egy kicsit, várjatok. Megnyitjuk a, úristen, a Google-t, és mi volt ez? Dark Occult. Nem Dark Souls, bárcsak Dark Souls lenne. Ja nem, az is mindegy. Oké, és akkor... Kripta. De most nézem a térképet, mi a szituáció igazából. És akkor... oké. Tehát most hol vagyok? Igen. Arra nézek befelé, és akkor el kell menjek majd jobbra. Tehát. Ezt nem vettem észre múltkor. Oké. Semmi baj. De rendben van. Már igen, a térkép szerint is ott volt, na mondom, jó. A pince kulcs. Másodperc. Csak kirakom ide a térképet a másik monitorra. Azért lássak már valamit, tehát, hogy... Na, tehát jó. És akkor igen. Igazából csak ez kellett. És akkor most... És akkor most már... Ugye ez megvan. Fosok tőle. Most ez mi van? Oké, hogy itt van fény. Ja, várjatok. Aha. Betettem egy ilyen kis helységbe. Ez nagyon jó. Ezt én nagyon élvezem. Ja, nem. Most szórakozom. Micsoda.
Na jó, van, akkor elmegyünk erre. Ja, Istenem. Ugye halljátok, mi ez? Mert én hallom. Ez az a nagy láncos genyó. Miért akarok én ezzel játszani? Nem. Én ezt a játékot nem játszom. Valahol, mert arra van. És elméletileg... Na már most nem értem. Van mellettem. De miért? Gyerekek, ja, várjatok, most nézem. Elbasztam. Micsoda? Látok, ezt ki kell tennem nagyba, mert ezt nem látja a szervezetem. Kép megnyitása új lapon. Igen. Na, oké. Tehát nekem arra kéne... Kéne átmenni, mint erre a csóró jött be. Viszont nem tudom. Ott lesz egy kulcs. Egy ajtó. Ahol ki tudok jutni. Tehát nekem minden egyenesen előre. És a legvégén lévő fal, ami velem szembe jön, ott egyből jobbra. Ott lesz az ajtó. Na most azt megpróbálhatjuk azt, hogy kifutok oda. És akkor... Értitek? De ti is lássatok, miről van szó. Egy pillanatot kérek. Na szóval, beraktam nektek ide középre. Oda. Vagy nektek... Oda van. Oké. Tehát, hogy... Én nem tudom, hogy látjátok-e, hogy ott az a kék színű BK, nem, amiben van karikázva, ott volt a kulcs, onnan vettem föl. A kék színű ajtó. Ami csináltak ott. Szerintem így lehet látni. Jaj. Tehát, hogy... Hoppá. Tehát, itt jöttem be. Most jelenleg ebben rejtőzöm itt, ahol a füle van, itt rejtőzöm ebben. Ez a csóri itt jött be. Ide. És most itt van mellettem, ebbe a hosszú kis lófigybe. Tehát nekem innen ki kell jönnöm, át kell mennem teljesen ide, és le kell jönnöm ide, az alsó békához. Mert ott, onnan ki tudok menni a pincébe.
Ez az L betű, nem tudom, mit jelent. Amúgy. De itt egy csomó ilyen átjárós van. Tehát látjátok, hogy hol vannak ezek a... Kigyanítom még jobban nektek, hogyha látszok. Tehát. Szóval itt egy csomó átjáró van, ahol van egy ilyen kis lukak a falba. Ott be lehet menni, vagy ajtó van. Jobbik esetben. Meg fogok halni. Meg fogok halni a susnyába. De senkit sem zavar. Nem látok semmit. Ezen a monitoron semmi nem látszik, és átnézek oda, ahol vesz éppen, ahol van a felvétel, ott viszont mindent látok, érted? Hát nem minden, de látom, hogy a lukban ott vannak dolgok. Nem tudom, ezt látjátok-e. Na már most, hogyha... Ez a nyomorék, nem tudom, hogy hol van. Be vagyok tojva. Esküszöm, nem merek ki, mert itt liheg. De fosok. Fosok, mint a... Nagyon. Majd biztos itt teszi a pusztulat. Valahol. De miért mindig ott, ahol én vagyok, érted? Tehát most meg megkérdezném az öreg asszonyt, aki csinálta ezt, hogy amúgy mi bajod volt? Tehát valami fájt, csípszúrt, égetett, vagy mi bajod van? Ott jön! Ja, ez így portyázik körbe-körbe, aha. Bocs, hogy nem merek megmozdulni, de... Várom a... megfelelő alkalmat arra, hogy... kitörhessek, mint egy vadnyúl. És menjek, mint egy vadállat. Hű, esküszöm, be vagyok tojva. Az már szerintem elment arra. Tehát az lenne a jó, hogy az egyik ilyenbe bejön. Vagy nem tudom. És kicselezem, és futok, mint az állat. Vagy nem tudom, hogy lehetne így értelmiségileg kicselezni. Amúgy. Nagyon jó kérdést tettem föl, mi?
Na. Csak ne legyek ennyire beszari, mint ami szoktam lenni. Mert amúgy... Amúgy mit csinál? És szövetet világítottam? Valószínű. De nem tudja, hogy most... Most bebagolt, vagy... Mert... Megváltozott a zene is. Az egyik ilyen helyben helyre se jön be. Most mi van? Szerintem ez... Itt kéne lenni az ajtónak, itt kéne lenni az ajtónak, miért nem nyit ki az ajtó, miért nem nyit ki az ajtó? Itt kéne lennie. Itt kéne. Meg fogunk halni, erre most nem csodok, meg fogunk halni. Jó, hát akkor nem. Akkor innen... nem tudom, hogy hogy, de kimegyünk. És akkor... De tényleg, itt kéne lenni az ajtónak. De nincs itt. Tehát... Ezt most én így nem értem. Jön vissza. Azt kéne, hogy... Hogy itt van mellettem nyomorék. Hogy akkor kimegyek, és
ekkora szemétség már amúgy. Ez itt járkál, öcsém. Egyszerűen... Bejövünk ide. Nem tudom, hogy hol vagyunk, meg mit csinálunk. Csak mutatta, hogy sötétben egy C, hát tényleg googoltam. Aha. Értem. Ne kúsz már vissza, légy szíves. Most itt jön. És vajon mennyi időm van nekem? Innen ezt kinyitni? Na most állj. Meg kell nézni, hogy ez nyitva is maradt egyébként. Most mi hátrafelé tolatunk. Nem, ez nyitva is maradt. Jó. Most akkor a kérdés az, hogy... Nem látok semmit. Hogy én innen kimegyek. Elfordulok jobbra. Kis monitoron nézem, hát nem látjátok.
bejött ide. És nagyon megijedtem. És itt volt mögöttem. És itt van mellettünk a szobába. Hát nagyon taktikázni kell. Visszafelé megyek. Erre. Egészség. Mert... A barába az a baj, kifelé nézve nem látok. Még tuti itt van valahol, mert hallom. Hogy most jó-e az, hogy visszafele jöttem? Vagy éppen nagyon elcseszem? Itt van, az ajtóba. Nem látjátok, de itt kering. És épp a könyökét megláttam ennek a cuccnak. Na jó, akkor... Az egy probléma ezzel. Hogy... hogy előtte kéne elmenjek. Menj, 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 menj! A macska egére, pedig körbe-körbe járok. És az nem jó. Most a kérdés az, hogy meg kéne várni, amíg talán elmegy. Az a baj, hogyha szerintem az a játék az okos, hogyha meglátott, akkor már innen nem fog elmenni. Beakadtam. Nem tudok megmozdulni. Jó, meghaltunk. Ennyi volt a játék. Kérlek, hogy nem tudod izé meg kinyitni az ajtót, mondom, gondolom, hogy nem kinyitni akartam, hanem be akartam csukni. Mindegy. És... A karakter nem csinált semmit. Jó, hát akkor kezdjük előről. Örülök neki, annyira örülök. Nem nyúkapiszkáztok. Pincekulcs, igen.
Nagyon örülök neki. Jó, hát akkor azt tudni kell, hogy mit kell csinálni. Most várjátok még egyszer, hogy akkor itt vagyok. És akkor innen át kell menjek. Jobbra, és ott be kell menni. Ah, ez komplikált. Komplikált. Nagyon örülök neki. Oké. Gyerünk már. Na, jó, hát akkor ugyanott vagyok, ahol eddig voltam. És akkor innen kéne kimenni. Kéne. Kérdés, hogy ez milyen gyors. Most merre van? Az is egy tök jó kérdés. Most nézem egyébként az ajtót. Ha benn az ajtón. Nyilván az fosós dolog, de... Vagy tenni kéne egy kört. De. Nézek ott ki, hát ha ott felbukkan. Ugye bepisilek, de nem baj. Jaj, de nagyon nem szeretem én ezt. Vagy
Mert szerintem ez itt kering, mint golyafos a levegőben. Ki kéne futnom? Jobbra is tenni egy kört. Franc se tudja, ugye? Mindegy, vagy meghalunk, vagy nem. Már ha bejön itt velem szembe, akkor tudom, hogy ott szabad lesz az út arra. Mi van, mackó testvér? Jössz vagy nem jössz? Kérvényt kell begyújtani neki, vagy mi van? Gyere! Erre volt a fény. Gyere, gyere! Hogy beakadt középen, vagy mi? Már ugye most két út van, és és középen van egy átjáró, és azt nekem ott át kell mennem. Tehát, hogyha itt megyek, ezen a szélén itt, akkor nekem át kell mennem. De hogyha azon a szélén megyek, az se jó, mert ott középen van, és elkap. Tehát... Csörög a kis láncaival, azt nem tudja eldönteni, hogy mi van. Hát ez nagyon szomorú. Tuti középen van, hallod? És nekem pont arra kéne menni. És ott lesz középen. Jó, hát egy életünk, egy halálunk. Lemegyünk a legvégére, lefutunk. Ezt lesz, ami lesz. Na, oké. Oké. Mit tanultunk az esetből, gyerekek? Azt tanultuk, hogy fuss. Fuss olyan gyorsan, mint még sose. Tudom, hogy le kellett volna maradni a pincében, de én most elmentem. Így, tér. Mert ezzel így nem azt tudom, hogy izé, de azért de. Nem azt mondom, hogy megszenvedtem, de azért éreztem a törődést rendesen, hogy mi van. A csávó milyen gyorsan tud futni? Ez milyen jó? Igen. Nincs mese, gyerekek. De várjátok, ez most melyik pince? Ja, ez az a pince. Nem ez a pince kéne nekem. Hanem a...
Az izés. Az a másik. Az a másik fajta pince. Na várjatok. Az pedig... Igen, ez a nagy lók. Igen. Hát. Igen, ez a padlás. És akkor... Ennyi van csak? De oda hova, hogy lehet oda akkor lejutni vajon? Most bocsánat, csak nézem, hogy mizu. Hol mentünk le, ott, ahol az a... Izé volt, ahol felé lett az az izé. Nem tudom. Ti se tudjátok? Az a fehér kenyóláda. Nem. Tudjátok, az a... Amit bezártunk fönt az emeleten. Jaj. Tehát... Mert hogy nekem az kéne... Na, mit volt a bigyókák? Tudjátok, ahonnan ahol a bejátszás is kezdődött? Ahonnan menekültek ezek a csóróék. Mi volt-e? Ó? Oh. Csak úgy be, csak nyugodtan. Szervusz! De figyelj, te csóró! Hát hogy szétcsattan a falon? Azért az mivel? Na de... nem tudom. Pedig... Na de várja, itt... Már voltunk, és akkor... Csak itt egy szoba. Ami tök jól néz ki amúgy. Itt kezdtük el a dolgokat. Na de hát mindegy. Nagyon állat az egész. Azért megijedtem. Most. Azért úgy rendesen. Nem tudom, hol van. Pillanatot kérek, meg kell kukoljam. Nem, várjál. Ez a second floor nekünk, ez a floor kell. Kripta kulcs, és nekünk a kripta kéne. Szerintem. Igen. És akkor...
Vagy nem a kripta kéne nekem? Várjatok, azt hiszem tudom. Na most, jaj, nem, nem azt akartam. Jaj, nem, nem, nem. Azt hiszem. Most, aha, tehát. Hol vagyok most, tudom. Visszamegyünk ide az elejére. Ide. Így, na hát. Akkor innen elmegyünk, akár egyenesen is mehetünk, de úgyis a vége kell nekünk. Kimentünk az ajtón. Jó. Átmegyünk egyenesen. Most csak nézem a térképet, mert nekem ezzel nem jutott térkép. Jó, és akkor itt van a fal. Igen. És akkor ide el kell menni erre. Jaj! Megijeszt. El kell menni erre. El kell menni erre. Azt el kell menni erre. És itt a legvégéig állítólag. És akkor a legvégén el kell menni, igen, erre. Azt erre lesz. Az az. Igen. Ez az. Ez az, amit... kerestünk, mert itt csináltak ilyen okkultizmusos fasságot. És akkor ugye ezt mutatta a cucc, így, hogy ez kinyílt, most már ki tudom szedni. Bleh. Varázsboterekje. Nagyon szép. Megtalálva. Jó. Égesd el a varázsboterekjét. Jó. Oké. Okay. Meg lesz, ne fos béke van. Jó. Ezt kerestem. Amúgy, vagy nem tudod, hogy ez most melyik lejárat. Hú, ez a ház, ez akkora, hogy egyszerűen... egyszerűen nem. Menj vissza magadnak, légy szíves. El akarom égetni az erekét, már ha nem gyanús. Így. Puty, itt van egy kandalló. Úgyni. Egy cumi. És akkor most már, nem. Egyébként utálom az ilyen rejtőzős, bujkálós dolgokat, tehát, hogy elmentettük. Na, szuper! Jó van, jó van. Tehát azt szerintem ez nagyon jó. Úgyhogy nem tudom, innen most mit kell csinálni. Na most megvan minden. Na mindegy. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és én remélem tetszett nektek ez a rész. Nekem legalábbis nagyon tetszett. Annyi az a hátrány, tudom, hogy sokat pöcsöltem, de be voltam tojva. Aztán, amikor erőt vettem magamon, akkor... igen. Igen. Szóval akkor történtek dolgok. Meg tök jó, hogy van itt oldalt egy kis térkép, mit látok, és nem vagyok idióta annyira. Úgyhogy
Úgyhogy én nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, de azért utána nézek, hogy most mi van. Aztán igazából tényleg nagyon szépen köszönök mindent, remélem tényleg tetszett ez az epizód, találkozunk legközelebb, ezt biztos folytatni fogom, mert nekem nagyon bejön. Úgyhogy találkozunk következő alkalommal, nem tudom mennyi van még hátra, de remélem, hogy még van belőle bőven, hogy tudja titeket szórakoztatni. Ha nem, akkor se probléma, mert akkor majd belekezdek valami más játékba. Addig is szép napot nektek, estét, reggelt, jók legyetek, sziasztok!